Sok jelben áldi jó familotán. A település messze földön híres tízeséről, amely a legkedveltebb diófajta. Mivel kellemes íze mellett sima és gömb alakú héjának köszönhetően könnyen törhető és tisztítható. A magyar-ukrán határmenti község azonban nem csak a múltjából él, folyamatosak a fejlesztések. Ez a játszótér nemrég készült el, ahogy az óvoda is teljes felújításon esett át. Korszerű butorokat, székeket vásároltunk, óvoda udvarunk szép játékokkal bővült, BMS pályázatunkba útra nyertünk 10 millió forintot, most pedig jelenleg a Magyar Falu programba a sportpályának a sportöltözőjére nyertünk pályázatot 20 millió forintot. Ez a beruházás korra tavasszal készülhet el, és helyben is lesz, aki használja. Sok milotai fiatal űzi a labdarúgást. Van sportegyesületünk, van egy U19-es csapatunk, egy felnőtt csapatunk, aminek nagyon örülünk, gyönyörű sportpályánk van, és ennek a létesítménynek nagyon örülünk. Kondiparkot fogunk oda létesíteni, azt is megnyertük BMS pályázatból. A közel 1000 fős településen sok a fiatal, akik hamarosan már ki is próbálhatják az új eszközöket.